Nézd! A patakunk egy tojástól, tojástól, gyújtajás! Igazad van. A sárga érc elveszi az eszüket. Sok fehér ember fog majd hegyeink közé jönni. Tűzparipán érkeznek majd mindenfelől. És mi lesz a téli szállásainkkal? Kénytelenek leszünk majd megvédeni. Jó lenne valami bizonyíték a tanácskozásra, hogy megmutassuk a törzsfőnököknek. Gyere! Legyetek üdvözölve! Sólyom, ugye, szürke medve táborának hírszerzője. Mi még azt hittük, hogy odafent vagytok a prérin, Longview hegyén. Már visszajöttünk. Ti már nem vagytok Szembleknél a kereskedőnél? Eleget szolgáltuk. Sovány kenyér. A kocsis nála enni kap viszkit csak néha és egy inget egy évre. Robotolni mindenütt kell. Itt viszont türelemmel, meg szerencsével megkeressük a télire való. És megveszük tőletek egész Black Hill-t jó pénzzel. Chad barátom szeret tréfálni. Ezt a pár morzsát szereztük eddig. Nézd, micsoda gyönyörű állat! De kényes, mint a fehér nép. Kísérődnek látom, nincs fegyvere. Vedd tőlem ajándékul. A legjobb fegyvert veheted meg rajta, meg 3 tucat töltényt. Köszönöm, törzsfőnök, Egy hétre való élelem, aztán belovagolunk Tanglewoodba és hozunk utánpótlást. Ha látjátok Szemblek kereskedőt, mondjátok meg neki, hogy jöjjön el a táborunkba. Megnézted a lovát? Ez volt a legszebb mustang, amit prérin fogtak be. Tavasszal egy barnán lovagolt. Az indiánok 2 hónappal előbb jöttek le téli szállásokra. De hogy mit jelent ez, azt már csak az ördög tudja. Kemedve vörös felhő törzsfőnök oldalán áll. Ő is hisz a fehér embereknek. Csak nehogy a vakság és a süketség táplálja ezt a bizalmat. Mi sohasem háborgattuk a fehéreket. Mi nem mentünk az ő országukba. De ők ide jönnek és elveszik tőlünk, ami a miénk. Már elfeledtétek Guster tábornokot, aki tolvaj hordájával végigpusztított földjeinken? Elfeledtétek. Milyen ravaszul tört be embereivel őseink, apáink hegyei közé? Aranyat kerestek. De milyen jogon? Szerződések védtek minket. Szürke medve nem akar harcolni. Mire a nap felkel, nem akarja az embereit a többi dakotával egységben látni. Bízik a szerződéseknek. Elhitte Washington küldöttének minden egyes szavát. De gondolkozzatok, dakota férfiai. Kötöttek-e már velünk egyetlen szerződést is, melyet ne szegtek volna meg? Egyetlen egyet sem! Akarjátok, hogy feltétel nélkül kiszolgáltassuk magunkat? Tasunka Vitko erre nemet mond.
Ha nem megyünk harcba, darabonként veszik el tőlünk a földet. És ezzel Dakotát mi ítéltük pusztulásra. Elég. Nem mondok többet. Tasunka Vitkó testvére. Szavaid a szívünkből szóltak. De egyet elfelejtesz. És ez fontos. Miért állok vörös felhő oldalán? Sok éjszakán át szívtuk együtt a pipáinkat. Mind egyet értettünk vele. Elég régen tudjuk, hogy békét kötött a fehér emberekkel. A sátraik az ügynökség védelme alatt állnak. Testvérem elfelejti, hogy asszonyaink és gyermekeink biztonságáról van szó. Sátraink biztonságáról mondunk le. Ha nem építjük azokat, mint vörös felhő az ügynökség mellé, hanem Tasunka Vitkóra hallgatunk, és tesszük, amit ő mond. Mit szól ehhez Sólyom hírszerző? Két férfiút láttam a hegyekben. Nem sokára 200-an lesznek. És sokan jönnek majd fegyverrel a védelmükre. A sárga ércet akarják mind. Nem békesség vár ránk a hegyek között. A nyárfa egyezményt a fehérek semmibe veszik. A dobszó bölénytáncra hív. Vadászni megyünk. Lesz elegendő élelme sátrainknak. Nem kell majd az ügynökségnél koldulnunk. Mester, milyen játék ez? Ha még egy órát játszik, a következő hét havi zsoldja is rámegy. Ezek a becsület lovagok jobban tudnak. Lehet ezt egyáltalán tisztessége? Vidd a haszontalan mancsodat, és tűnj el innen a fenébe. Jól van, megyek. Micsoda viselkedés. Ugyan, hogy képzelj, jó lenne, hogyha ilyen egyszerű lenne. Mire számít, hogy a Dakoták... Én attól félek, Mr. Bludgeon, hogy a Dakoták beleszólnak földjeik eladásába. Értsék meg, uraim, a kezünkben vannak. A kormányhatározat szerint 76. január 1-ig köteles minden részbőrű az ügynökségeken jelentkezni. Sokan megtették. Ez még jó néhány nyugtalan hetet vagy hónapot jelenthet. Bőzöl. Könnye meg, remeggelsz, Wolf. Látom, gondolkodik a barátaimmal, mi is azt tesszük. Köztünk szólva, jó ideje törjük a fejünket a várható eseményeken. Az indiánok előbb fogják megérteni, mint hogy szeretné, hogy mit vesztetnek Black Hills-el. Lepufantjuk őket. Helyes. Nem rossz és nem új gondolat. Csak az a baj, hogy bizonyos emberbaráti körökben népszerűtlen. Az ilyen gondolat nem népszerűtlen,
hanem embertelen. Mr. Hill, a szó kimondása embertelenül rokonszenves. Előre ment egy nagyon jó barátom tapasztalt vadászokkal és kitűnő fegyverekkel. Elintézett mindent. Sehol egy bölény, se indián. Nagyszerű! És ha mégis valami közbe jön? Én ebbe az üzletbe 500 dollárt fektettem be, és a barátaim tudják, hogy nem dobálom ki a pénzemet az ablakon. Ez igazán dicséretre méltó. Megölik a bölényeinket, hogy hízlalják a kesejüket. És hogy mi éhen pusztuljunk. De ha a fehér tolvajok azt hiszik, hogy mi ezt csak szájtátva nézzük, tévednek. Halljátok a tűzparipát? Új tolvajok, új gyilkosok jönnek. Megmutatjuk, mit kap az, aki ilyen orvul ránk támad. Ne álljon most már a nyitott ablaknál, fáradjon egy védettebb helyre. Kedves öntől, Mr. Bludgeon, hogy így gondoskodik a lányunkról. Igaza van. Jobb félni Catherine. Hoppulá! Oh, köszönöm, Mr. Hill. Még elestem volna. Így van az ijegységre egy kortyok. Tessék. Thank you.
vissza! Hogy meg, papa, nem történt semmi bajom. Jól van. Nos, Katrin, minden rendben? Mm. Erre számítanunk kellett. Nincs nyugalma az embernek ettől az átkozott részbőrű csürhétől. Azért jöttünk önnel, Mr. Bludgeon, hogy Black Hills környékén új megélhetést találjunk. De az indiánokkal nem akarunk háborúzni. Azt a pár lázongó gazembert, aki nem tiszteli a szerződéseket, gyorsan elintézzük. Ugye, hadnagy? Parancs szerint járok el. Január 31-ig nem használunk fegyvert. Persze, ha támadnak, kötelességemnek tartom, hogy megvédjem a rendelkezésemre álló erőkkel a békés amerikai polgárokat. Biztosíthatom önöket, uraim, Tanglewood nem sokára valamennyiünk új gazdag otthona lesz. Elismerem, hogy pillanatnyilag nem tűnik éppen veszélytelen vállalkozásnak, ezért kérek most olyan nevetségesen keveset a földért és a vállalkozásban való részvételért. De a nehezén túl vagyunk, hogy az említett terminus lejár. Az áraim úgy felszaladnak, mint a higanyszál a hőmérőn. Barátod, sajnálod, hogy a sikertelen támadást. A mi fegyvereinkkel nem győzünk a tűzpariba ellen. Túl sokan is voltak a vagonokban. Nem szívesen ejtem ki megölt barátom nevét, de fényes szarvas vérért fizetni fognak a sápadtarcú gyilkosok. Ülj fel a lovadra. Vigyétek a holtakat a sátrainkhoz. Mindent tudjon meg a tábor. Mindent, ami történt. Ravaszrókának igaza van, fegyverre van szükségünk. A szavamat vehetitek. Mire a nap keleten másodszor festi vörösre az égboltot, tűzfegyver lesz mindenki kezében. Mi történt? Elszakadták a sineket. Mi az, miért álltunk meg? Menjen előre a kapitány! Ne légy mindjárt annyira kétségbe esve, atyám. Aki átmond, az mondjon B-t is. Akkor is, ha B, Bludgeon. Gyorsabban! Kifelé a gebékkel! Forsyth hagynagy a 7-es regimenttől 12 fővel. Tanglewoodba vezényeltek. Ronald kapitány a 7-estől. Hogy van Renault őrnagy? Maga rég ott szolgál? Ne. Tavaly West Pointban voltam. Ha, vagy úgy. Kívánom, hogy járjon szerencsével a vadnyugaton. Köszönöm. Bemutatom, Mr. Bludgeon. Joe, na hát, micsoda meglepetés. Légy üdvözölve, barátom. Ne csodálkozik, hadd nagy, igen régi jó barátok vagyunk. Mesélj, mi újság? Washingtonban minden rendben volt? Mikor nem volt nálam minden rendben? De miért szállítottál már itt ki a vonatból? Felszagadták a sineket. Mondtam, hogy hagyd a bölényeiket, mert magadra úszítod őket. Itt vagyunk, Sam. Háborútól bűzös a levegő. Orrul jártunk volna, ha Bethface nem áll a posztján. Törődj az átrakodásra. Jó, jó.
Maga volna Samuel Blake? Meg Dryden őrmester. Látom. Együtt fogunk Tanglewoodba utazni, átrakodhatunk. Átrakodni is együtt fogunk, úgy gondoltad, nem? Mennyit hoztatok? 20 láda muníciót, 50 fegyvert. És hogy állunk a fizetésre? Rendben van. Tedd el a fegyvert! Véletlenül történhetett. Remélem. A gázlónál akarnak éjszakázni. Az csak jó lenne, sikerülne a tervünk. Csak hogy velük van az a megáltalkodott Bludgeon. Te is tudod ki az. Snacky Joe-nak hívják mindenütt. De most nem járhat túl az eszünkön. Halálos ellenségem. Tudom, hogy megölöm. De most a fegyvereik kellenek, azok fontosabbak, mint ő. Tegnap váltam el sólyomtól. Ha holnap megjön, Viszály fogja felütni fejét a sátraink között. Ott volt a megölt bölényeknél. Figyeltem minden szavára. Ő sose fog velünk az ügynökséghez vonulni. Ezt elhiheted nekem. A titkos főnökhöz megyünk. Hallani akarjuk, mit szól Vakatanke a hírhez, amit te hoztál meg. Dakota leányai és asszonyai már nagyon sokszor vártak fiaikra, férjeikre, fivéreikre. És nem sokára megint várniuk kell. Nagyon erősnek kell lennünk. Erre gondolj. Edzenünk kell a szívünket arra, ami vár. De azt hiszem, könnyebb egy olyan emberre várni, mint sólyom csatafőnök. Ezeket az indián háborúkat.
Évek óta dolgozom az indiánokkal. Ismernek. És mert szükségük van, rám békén hagynak. De a háború ösvényére kerülnek, nem tesznek különbséget. De mi van az ünnepelt békeszerződésekkel? Békeszerződések? Azokat mi találjuk ki az indiánok számára? Miért jöttetek egyszerre annyian a Black Hills vidékére? Szerződés biztosítja az indiánokat arról, hogy ez a terület az övék. Hát én megmondom nektek, hogy miért. Mert Custer tábornok törvényellenes expedíciójával itt aranyat talált. Jelen voltál, őrmester. Meséld el, hogy ment végbe a dolog. Nagyszerűen. Háború lesz. Számíthattok rá. Legkésőbb tavasszal. Jól mondod. Ott voltam Custerrel a Black Hills-ben. A vasítai mészárlást is végigcsináltam vele. Ezt nem felejtik el a részbőrűek. Milyen szép és nyugodt itt az éjszaka. Igen. Szép ez a vidék. De nekem még nagyon-nagyon idegen. Lehűlt a levegő. Menjünk be. Az érzelgés a lehető legrosszabb tanácsadó itt nyugaton. Ma is a leghatásosabb érv egy kifogástalan kolt. Higgyen nekem és forduljon valamelyik emberemhez egy kis oktatásért. Mr. Emerson, ha le akarnak pihenni, a sátram a rendelkezésükre áll. Forsyth, a lovagiasságnak eleget tett, de sajnos elkésett. Mr. Emerson már elfogadta az én sátramat. Ezt a vacakot is megveszik magától az indiánok. Ez nem dohány, szárított lódara. Maradj itt, ha még el akarsz jutni tengővútba. Miért? Olyan nyugalom van itt, hogy... Már más is mondta, aztán örök nyugalomba került. Megyek, lefekszem. Éjfélkor leláttalak. Jó. Mi az? Egy jó dragonyos ló megérzi az indiánt. Mester, hozzám! Túlsó oldalt biztosítsák! Ide! Ez már a harmadik. Jó, jó, ne izgasd magad, kibírja a főnök. De mondd csak, Bill, mit pusmogsz te az utóbbi napokban annyit Sinningston mezei egereivel? Mi között hozzá? És neki, Joe-nak?
Őt biztosan érdekelné, milyen üzleteket kötsz a háta mögött. Semmilyen üzletet nem kötök a főnökünk háta mögött. Megértetted? Értem át. Persze, hogy értem, de mennyire, hogy értem. Ezt nem nehéz megérteni. A főnök! Üdvözlet, főnök! Jó napot, főnök! Hello, Fletcher! Hello! Figyelmet kérek! Csendet az Isten fáját! A hölgy Miss Catherine Emerson. Hogy elkerüljünk mindenféle értést. A vendégem. Csak úgy, mint az édesapja, értjük? Legyen hát üdvözölve a mi szép tengerlódunkban. Érezze magát otthon nálunk. Parancsoljon. Vezesd vendégeinket a szobáikba. Gyerünk, Bill! Megérkezésünk örömére dupla viszkit mindenkinek! Mi újság, Bill? Semmi újság, főnök. Minden rendben. Gyere, főnök! Gyere, ülj az asztalunkhoz! Fiúk, egészségünkre! Gyerünk, Bill, egy sör! Viszkire vagy te is vendég? Egy sör. Hey! A két régi kocsisod járt itt. Üzenik, hogy a Sanningson indiánjai te rád meg a puskaporodra vágynak. Esdúd be őket. De figyelj, ha van kedved, tőlem kaphatsz munkát. Vagy van valami más terved? Már magam is gondolkoztam ezen. Nem szóltam neked, mert nem volt hozzá bátorság. Yeah.
Blake úrnak úgy látszik, nem ízlik Joe viszkije. Gyere, Bill, hozunk neki egy kortyot Joe személyi készletéből. Jó van! Ez az! Mikor voltak nálad? Kik? Tudják, mennyien vannak az indiánok? De más újságot is hoztak. Honnan? Chet fizetett ezzel. A hely jónak látszik. A felső Sangstone Creeknél. Szerencsés üzenet, Bill. Megmenti a rühes csontjaidat. Tehát felső Sangstone-nál. Fiúk, kemény munka vár mindnyájunkra. Mindig nem jó, húzzuk meg. Nagyon soká jönk vissza. Ó, a fejem. És éppen az első munkanapon. Neki Joe viszkije még mindenkinek megártott. Majd igyekszünk kényelmesen intézni mindent. Mindenképp az indián faluban éjszakázunk. Igen. Na, vigyázz! Vendégek érkeznek. Jól megy az üzlet, ugye, Sam? Sajnálom, hogy fel kell hagynod vele. Úgy üzletelsz az indiánokkal, ahogy tudsz. De én is, Blatchen. Hagyj nekem békét. Mondd csak, a két Sangstone Creek-i tolvaj, akik az én földemen garázdálkodnak, a te embereid, ugye? Csak úgy, mint az egész részbőrű banda odafent. Azonnal dobd el! Egyébként a javadat akarom, te indián barát. Vagy azt hiszed, a dakoták kímélni fognak? Az az idő elmúlt. Hill, igaza van a piszoknak. Gazember, veszélyes játékba kezdett. Lerakodni. Gyerünk!
Bedfész, pattanj lóra, előzd meg őket. Tudja meg Petéscset, hogy Snakey Joe arra tart. Sietősen, Bedfész! Hálából a szolgálataidért elüldöztek a fehér emberek? Szabad akaratomból szegődtem Sam Blake-hez. Nekem is fontos, hogy elérjem a kereskedő két barátját. De miért olyan sürgős? Snakey Joe-nak megint tervei vannak errefelé. El akar űzni titeket. Megtiltott a Blake-nek, hogy beszéljen veletek. Most indult el a fehér kígyó. A forráshoz mennek a két fehérhez. Szólnom kell nekik. Hány ember van Snakey Joe-val? Négy. Fordulj vissza. Vigyétek a zsákmányt a táborba és várjatok rám. Peterson, beszédem van magával! Tegyék el a fegyvereket! Bet, vigyázz! És a másik? Itt vagyok. Minek köszönhetjük a szerencsét, hogy földünkön üdvözölhetjük? Kinek a földjén? Ez az enyém, barátom. Sainingston Creek egész környékét a nevemre írta egy kormányrendelet. Jó pénzért természetesen. Értsétek úgy, hogy megloptatok. Pet, vigyázzunk, ez elbánik velünk. Nem vagyok embertelen, és megbecsülöm a munkát. A 80% engem illet. Értitek? Így dolgozzatok tovább. Sokat lovagolt a tűzőnapom, miszter. Mit csináljunk, Pet? Egy unciát sem abból, ami a miénk. A kormányrendeletről szóló mesét mondja el másoknak, de ne nekünk. És most itt az ideje, hogy eltűnjenek, Bludgeon. Igazán nem érünk rá. Megállj, vagy végzünk veletek! Rak! Nézd meg, hova dugták az aranyamat! Vissza, te bandita! Betartottad a szavad. De mi van vele, a mérges kígyóval? Még él. Vaksága pusztulásba viszi. A
település fehér embereinek meg kell tudniuk, hogy akaratunk ellenére cselekedtél. Mindenképpen elleneztük volna, hogy bárki kiássa a harci bárdot hegyeink között. Csak kunyaráljatok náluk békéért. Csak higgyetek nekik, ők akarják a háborút. Hajtsd igába a fejed és pusztulj el. A kilátástalan harcok a pusztulást jelenti. Én nem fogom megtörni a békét. Ha más úton akarsz járni, tiéd minden felelősség. Mielőtt a nap a fejünk fölé ér, elhagyom embereimmel a tábort. Járjatok szerencsével az ügynökségen. Most mi is szétszóródunk? Nincs más választásunk. Sok törzsfőnök tárgyal a fehérekkel. Asszonymódra sírjunk élelemért az ügynökségek előtt? Nem. Inkább harcolunk, mint hogy kiszolgáltassuk magunkat a gyilkosoknak. Igazad van. Nincs más választásunk. Ez felháborító! Nekünk is van hozzájuk! Egyet az indiánokról nem is volt szó! Magyarázatot kérjük! Gyilkolnak, rabolnak! Két kincskeresőt és nekem három emberemet ölték meg az indiánok. Öt embert töltek meg. Eluntátok az életet? Forsyth, magát azért hozattam le, hogy megbüntesse, rendre szoktassa az indiánokat. Mint amerikai tisztnek ez volna az elsődleges kötelessége. Utasítást odafent kaptam. Mint tudja, indián földön vagyunk, és a parancs egyértelműen kimondja, hogy az indiánokat január 31-ig békén hagyjuk. De addig jogukban áll békés amerikai polgárokat sorra lepufantani. Maga West Point-ba is aludt Forsyth. Egy pillanat, Blanchon. Mit akartál odafenn a forrásnál? Indián földön, ahogy az imént mondták. Halljuk, miféle rendet követelsz? Nem úgy szól a te rendet, hogy minden az enyém? Hol a papír arról, hogy tiéd a föld? Nem mutatnád meg? Nekem még sose adott el földet a kormány. Barátaim, nem értitek, minnyájunk érdeke, hogy a részbőrűek eltűnjenek? Ide, Blanchon, hogy ellensége vagy sólyomnak, a te bajod. Egyébként ott voltam, amikor megsértetted. De valamennyi indiánnal való törvénytelen eljárás ránk is tartozik. Abba mi is beleszólunk. Így vagy, Joe, nyugalmat akarunk. Nem verekedni jöttünk. Nem azért kellett nekünk ez a föld. Azért vettük meg öntől, hogy nyugalomban dolgozhassunk. Blanchon, Julesburgban azt mondta, hogy ez a terület indiánmentes lesz. Ez hazugság volt. Mondd a szemembe. Ez hazugság volt. Miss Emerson, ez már nem az ön füleinek való. Engedje meg, hogy felkísérjem. Nekem is azt ígérték, hogy indiánmentes lesz az egész vidék. De amint látják, a hadsereg mással szívesebben foglalkozik. Így aztán kénytelen az ember maga intézkedni. Az ön intézkedéseiből még jó nem származott. Ránk lőttek. Neki, Joe. És társai. Miss Emerson, vizet! Halljátok ezt? A társai rájuk lőttek. Ez a sólyom mindannyiunk ellensége. Mr. Blake, időt kell nyernünk. Tárgyalnunk kell az indiánokkal. Vigyék a házamba. Marhaság, a csürhével tárgyalni. Tárgyaljunk velük, rendben van. Küldd el az indiánodat. Jó. Bedfészszel talán szóba állnak.
Kísérd el szépen. Ma a fehér kövek világánál fogunk éjszakázni. Stéli táborunkat a préri kutyák völgyében ütjük fel. A hely jó, a bejáratokat könnyű védelmezni. Egyszer már teleltünk ott. Elég gond lesz a hosszú téli hónapokra ellátni sátrainkat. Ahogy mondtam, szürke medve fele tábora ott hagyta a falut, és sólyommal vonul itt lent. Hogy mondod? Na jó, vissza kell fordulnunk. Ez mindent megváltoztat. Mit változtat meg? Szürke medvének egy üzenetet kell átadnunk. Nincs lent a többiekkel. Lemegyünk hozzá a faluba. Nem érted? Mondtam már, hogy felesleges. Tudod, hogy Sam Blake fontos üzenetet bízott rám. Tégy, amit akarsz, és szürke medvéhez megyek. Oda találok. Jól van. Ahogy akarod, Bedfész. Igen, tessék. Nem zavarom? Hogy érzi magát a betegünk? Még mindig eszméletlen. Köszönetet kell magának mondanom. És pedig? Nagyon fegyelmezetten viselkedett tegnap odalent. Csodálom magát. Egy ilyen fiatal lánynak nem lehet könnyű itt megszokni. Eleinte különösen nehéz. Szokatlanul kemény az élet. Néha úgy tűnik, hogy mindenki a másik torkát lesi. De ez csak látszat, higgy el nekem. Igyon meg velem egy pohárkával a tengelvúdi szép jövőnkre. Remélem sejti, mit értek azon, hogy a mi jövőnkre. Mindent megteszek magáért, ami csak hatalmamban áll, és higgy el, hogy ez nem is kevés. Brágyom, nagyon kérem, azonnal ereszten el. Elvesztette a józan eszét. Ereszten el. Meglátja, boldog leszel. Ne mozduljon. Téved, ha azt hiszi, hogy engem ugyanabból a puha fából faragtak, mint az apámat. És most legjobban teszi, ha azonnal eltűnik. Azt mondtam, azonnal. És elfelejtem, ami történt. Ha mérges, még jobban kedvelem. Ne mozduljon! Remélem, egyelőre elég. És jegyezze meg mindenkorra. Egyetlen porcikám se kívánja, Mr. Bludgeon. Hé, Dick! Beszélni akarok a főnököddel. Itt kint. Gyere ki, Bludgeon! Hallja csak mindenki, mit kérdezek tőled?
Mit jelentsen ez, Blake? Mutasd meg a földről szóló okmányt és engedélyt. Tudni szeretném, milyen jogon akarod Shining Stone Creek-et egyedül igénybe venni. Részeg ez az ember? Pet végre magához tért. Elmondta nekem pontosan, mi történt. Elég ez neked? Petnek láza van. És félrebeszél. Gyere, igyunk meg valamit. Úgy jobban esik a beszéd is. Nem, Bludgeon. Ezúttal ital nélkül beszélgetünk, hogy mindent tisztázzunk. Az indián csürhe! Chet meg a másik gyilkos megölte a parlamenterünket! Én is majdnem ott hagytam a fogam! Na mit szólsz, Blake? Ezt a gyilkost is a védelmedbe veszed? Most már a te embered fizetett rá. Ez mindent a maga javára fordít. Ennek semmi értelme. És ez még nem minden. Tárgyalni jönnek ide az indiánok. Békeszerződést akarnak kötni velünk. Jönnek már. Illőn kell fogadnunk őket. Fogjon mindenki fegyvert! Sólyom elhagyta a falut. Már csak a tábor fele maradt lent. Ügyes voltál. Tengelbúdot ezek után már csak a csoda mentheti meg. Mit akarsz tőlünk, szürke medvetörzs főnök? Békét akarunk kötni veletek. Akkor későn jöttetek. Hat derék emberünket öltétek meg. Követelem a gyilkosok előállítását. Elsősorban Sólyom hírszerzőt. Ti pedig távozzatok a hegyekből. Sólyom hírszerző már nincs a mi táborunkban. Ő ásta ki a harci várdot, nem én. Akkor itt maradsz, amíg az utolsó embered is elvonul. A fészerbe velük. Kötözzétek meg őket. Bill, holnapra, mire a nap fel kell, 30 férfira lesz szükségem. Férfit mondtam, jól megfizetem őket. És most előlegben mindenkinek viszkit. Oda föl. Egy óra időtök van rá. Nagyon vigyázzatok, egy kadicse gurulja le a völgybe. Mestermunka lesz, nem kell aggódni. Az is lehet, hogy odafönt őrség áll. Már meghalt. A jel két lövés rövid egymás utánban. És akkor gyorsan. Gyerünk! Minden világos? Az. Igen, értjük. Minden tudom. Akkor indulás.
Tartok, nagy késelésnek nézünk elébe. Nem szeretem, ha a levesembe beleköpnek. Szegény szép házad. Talán a gerendákat se találjuk, mire visszajövünk. Amíg az embernek feje meg keze van, nem késett le arról, hogy előről kezdje. Sam, volna még két emberre való helyed a szekéren? Meghiszem azt. Besen, utánuk. Itt az ideje, hogy eltűnjünk.
Hogy érzi magát? Köszönöm, Kathleen. Jobban már nem is lehetnék. Hé! Hé! Kirándulni megyünk, igen? Ugye írt a szép szóból Emerson? Gyerünk, szálljanak ki! Szálljanak ki! Nem hallották? Azt mondtam, szálljanak ki! Hagyd ott a pisztolyt! A lovak? Pet majd elintézi. Gyerünk! Leomlott a sátrainkra. A fehérek ránk támadtak. Snacky Joe vezette őket. Sokan meghaltak, a többi elmenekült. Szürke medve és hiú szem? Ők nem jöttek vissza. Vagy elfogták őket, vagy meghaltak. Thank you.
Megnézem az őrséget a felső végen. Te menj lefelé. Rendben van. Minden rendben? A foglyokkal nincs baj, de mintha ásuhant volna valaki az úton, éppen amikor a ló nyerített. Ma mindenki kísérteteket lát. Ezek az átkozott indiánok a legszebb álmukat alusszák, mi meg nem merjük lehunni a szemünket. Megnézem a külső öröket, aztán visszajövök. Jó, rendben. Tűnjél, besugó, undorodom tőled! Nincs más gondotok? Ne lőjetek, ne lőjetek! Barátod volt itt. Hogyan követheted el ilyen butaságot, hogy fogva tartotta a megbízottaikat? És miért gyújtatta fel a falut? Most vél a gyűlöletüktől, és a hadsereg segítségét kéri. Nem kérem, megkívánom, hogy segítsenek. Remélem, így már világosabb. Nem volt elég óvatos. Ilyen helyzetben a barátja, Ronald kapitány sem tenne önér többet, mint én. Úgy érti, hogy magad tett értem valamit? Többet, mint szabad lett volna. Meg Dryden, próbálja most maga megmagyarázni. Ritkán kaptunk olyan egyértelmű parancsot, mint most. Kerülni az összetűzést a Black Hills megvételéről szóló tárgyalások befejezték. Dátum szerint január 31-ig. E parancs teljesítése érdekében távol tartani telepeseket és aranyásokat, szükség esetén fegy...
Nagyszerűen megtanulta. Rettenetesen csalafinták a katonák, ugye mondtam? Igen. Egy kis parancsteljesítés az előléptetésért, de egy kis engedmény a pénzembernek, aki majd egy kis földarabot juttat az öreg napokra. Vagy visszavonja az opcióját, Forsyth? Kezdjen valamit a fogjaival. Az indiánok talán lemondanak Tanglewoodról is, ha visszakapják szürke medvét. Ez így volt mindig. A civilek azt hiszik, a katonák arra valók, hogy eltakarítsák a piszkukat. És nem ezt tesszük? Az élettel foglak megajándékozni. Ám bár az igazán jó cselekedet az lenne, ha felkötnélek. Állj fel, nagy erünk! Állíts talpra a törzsfőnöködet, hogy elhagyja a környékünket is. És ha ő eltűnt, 10 szabadok vagytok.
hatalmat Kájtnak, hogy be tudja jönni. Hill, két ember vödrökkel a tetőre. Közd le jól. Vigyázzon! Értettem. Trombitás! Lefújni! Mit gondolsz? Abba hagyták a lövöldözést? A dragonyosok döntötték el a küzdelmet, ezt te is hallhattad. Ezért a rajtaütésért a pokolba üldözik az indiánokat. Ez biztos. Elég szégyen az Egyesült Államokra, ami itt végbe megy. Ismernie kellett volna ezt a fiatal törzsfőnököt. Kár érte. Most már alig reménykedhetnek valamiben. Sajnos. Minden esetre nyugodtan hazamehetünk. Szorosabban a gyeplő. Jó, jó, most forduljon. Ne olyan mereven, na. Egyenes háttal, úgy. Jó, most szép. Látja, milyen szépe fut? Adjon neki szárat. Tovább, Catherine, a kantárra figyeljen. Igen, igen, úgy jó lesz. Várj, Catherine. Hagyd csak, papa. Már ezt is meg kell tanulnom.
Férfiakat nem részesítene oktatásban? Maga minden tud, Mr. Hill. Inkább tanítson meg engem fegyverrel bánni, tehát szükség lesz rá. Tetszik a lovaglás, Catherine? Hogy tudnál te olyan lányokkal foglalkozni, mint Catherine? Miért? Na nézd meg, hogy áll rajtad ezen a drág is. Nagyon jól. Útra kelünk Tasunka Vipkóhoz és Tatanka Jotankához. Náluk kell felütnünk sátrainkat, és nem a préri kutyák völgyében. Velük egyesülten megyünk harcba tavasszal. Megfogadtuk Sólyom hírszerző tanácsát. Itt éltünk mindig, de most elhagyjuk hegyeinket. Készüljetek fel az útra! Messzire megyünk. Mire újra feljön a nap az égre, elindulunk. Szóltam. Pár napig maradok, utána vágtában követem a menetet. A fehér mérges kígyó még él. Engedd, hogy veled maradjak, Sólyom. Az oldaladon, mint régen, ravaszrók a barátod. Jó. Az ellenség közeledik! Sokan vannak, mindjárt itt lesznek. Ellenség szándéka világos. El akarják zárni az utat a préri felé. És ha úgy esik, hogy ők érik el hamarabb a szoros, csúnyán csapdába esünk. A szoros előtt kell feltartóztatnunk őket, a forrás körül. Ismered azt a keskeny utat, amely a forrás mellett vezet? Arra kell mennetek. Nem lesz könnyű utatok. Siessetek, ahogy csak tudtok. Az ötlet, John. A szoros az egyetlen kiút. Ha azt elérjük, a részbőrűek csapdába esnek. Háromszor olyan gyorsan haladunk, mint ők a máláinkkal.
A gyerekeiket és asszonyaikat nem hagyják el. Erről híresek a Dakoták. Két órán belül se sólyom, se egyetlen indián nem marad itt életben. És a végén a Black Hills ünnepélyesen felveszi a Joe Hills nevet. Elértük az orost, a környék csendes, még sehol egy indián. Köszönöm meg, Ryan. Akkor gyerünk. Indulás! Dryden, vissza a lovakat! Ez aztán a meglepetés. A gazfickók szabályosan besáncolták magukat. Miért nem jelentették ezt az előőrseink? Lesállásba helyezkedtek és meg akartak lepni minket. Mi a javaslat a Forsyth? Támadjuk oldalba őket. Rendben van, gyorsan! Az embereink most értek ide. A lovasok is. Elkezdhetnünk a fehérek lovait. Csak gyalog maradnának mögöttünk. Várjatok, míg jelt adok,
és induljatok! Hová tűnhettek? Thank you.